Köszöntök mindenkit, főleg téged, Zsombor! Jó napot! Üdvít! Micsoda? Pogchamp, az nem tudom mi. Na, tehát köszöntök mindenkit a mai alkalommal ismételten Medieval 2 Totálvár, azért mert jó. És most itt ez a helyzet, hogy a Német-Római Birodalommal játszok, mint az állat. Most kicsit átalakítottam a játékot. Egyrészt Very Hardon, meg hosszú küldetés, meg Very Hard mindenhol. Meg poénból átállítottam a sereg méretét, hogy legyen nagyobb. Sokkal nagyobb. Óriási. Úgyhogy most ez van. Ennek nyomán kaptam egy ilyen hiba üzenetet, hogy a CPU elvileg nem elég erős hozzá. Egyik ilyen csatában, amikor kettő sereggel támadott az ellenfél, az egyik sereg nem érkezett meg, és kiírt, hogy a CPU miatt. Na hát, most sok minden történt, most Very Hardon mindenki utál engem sajnos. Pápai állam is. Ráadásul a pápai állam az megcselekedett egy olyat, hogy... Ez mi a szar? Na jó, tök mindegy. Na, király. Jó, tök mindegy, hagyjatok békén. Tehát az történt itt érdekes módon, hogy most Német-Római Birodalommal harcolok, még csak ennyi a terület, nem sok. És itt van három város, ami nekem feltétlen kell, ez nagyon-nagyon balhés ez a környék itt. Itt mindenki támad, tehát itt összpontosul az összes ellenséges támadás. És itt volt ez a Firenze, ami fellázadt sajnos, kiküldte a seregeimet ide a fal elé. Jött a pápai állam, befoglalta az egész várost, és elfoglalta, és ezt én nem hagyhattam. Csáhung mester! Nektek is boldog húsvétot, meg mindenféle ilyen dolgot. Mi az, hogy menj két ennyel? Na, hát ja, hát... locsolkodás. Van olyan is. Na, hát lehet, hogy fogok majd. Na, tehát itt ez van, hogy a pápa ezt befoglalta ennek hatására, mivel az én városom, ezt ragaszkodom hozzá. Lezúztam a pápai államot, és meghalt a pápa csatában. Meg egyébként az én uralkodóm is meghalt a csatában. És ezért volt ez a pápa választás itt az elején, mert hogy kinyírtam a pápát. Na mindegy, sajnos az uralkodóm is meghalt, és most nem tudom ki a császár. Ja, egyébként most úgy döntöttem, hogy igazából az ilyen kezdeti nehézségeket, meg az ilyen szarságokat, ezeket nem fogom bemutatni. Ez a hadjárat a Német-Római Birodalommal csak is kizárólag azért kell, hogy itt a magyarokat meg tudjam majd fenyíteni. Ugyanis a fő célom az, hogy velük játszhassak. Tehát most itt nagyon, nagyon harcolok, de sajnos ugye mindenki gátol ebben, tehát mindenki ellenem van, hogy néz ki a diplomácia. Hát ellenem van ez a Velencei Köztársaság nevű csíraság. Őket már itt egy kicsit piszkáltam, mert ez az ő városuk volt. Van itt még ilyen, hát ők most csatlakoztak be, de még elég gyengék, de lehet, hogy lezúzom őket, és a pápai állam, hát ez van. Jó, hát, és itt majd lehet, hogy itt is lesz majd valami balhé, de na mindegy. Tehát mai alkalomnak az a célja, vagy hát ennek a német-római birodalmas bohóckodásnak az a célja, hogy a magyarokat meg tudjam szerezni, úgyhogy amint rendeződnek itt az ügyeim, el kell kezdenem itt leszedni a magyarokat. Nem lesz valószínűleg nagyon nehéz, mert... Hát egyfelől már határosak vagyunk vele. Másfelől itt azt hiszem Bizánccal van valami kis konfliktusuk. Magyaréknak. Ja. De nem féltem annyira magyarokat, mert ők kemény népség nagyon. Tehát igazából elég jó játék lesz majd az. És szerencsére a török birodalom is azért itt piszkálja a Bizáncot. Tehát lehet, hogy azért megoszlik az ereje. Tehát megvárja Magyarország, amíg én írtam ki, és akkor végre hazatérek. Na! Hát akkor itt most nagyon nincs esemény. Úgy látom, hogy minden város nagyjából termel, ahogy azt kell nekik. És akkor mehet az idő. Most még ilyen anyagi nehézségek vannak, meg... Hát most... Nincs sok pénzem újabban. Spanyol királyság az itt van. Igen, és ahogy az lenni szokott... Milánói hercegség itt gerjeszti a feszültséget. Ők egyébként most elég sokra vitték, mert most így Franciaországgal nagyon határosak itt, tehát érdekes módon ezt a... Hogyne. Azt el kéne ott foglalni. Na hát a Milánói hercegség az azt csinálja, hogy én azt akartam, hogy itt van egy ilyen város, ez tele van lázadókkal, nem akarok sereget áldozni rá, és azt terveztem, hogy majd egyszer így figyelem, hogy itt összeütköznek a lázadók meg a milánóiak.
De nem tették, úgyhogy ez még mindig itt van tök üresen. És nem akarom lezúzni. Viszont ők itt elfoglalták itt nagyon-nagyon sokáig. Itt van egy ilyen kém, most újabban rászoktam arra, ez ugye very hard, tehát azért kell trükközni. Ilyen kereskedőket, meg mindenféle ilyen durva embert küldök mindenfelé, hogy lássam a térképet. Például látom, hogy itt most valamikor lehet majd csatázni, ugye most az a tervem, hogyha itt rendeződnek a dolgok kicsit, de itt van mindenki. Bizánc az most könyörgött az életére a legutolsó körbe, de majd meglátjuk. Tehát, hogyha itt kiírtam ezeket a zöldeket, akkor még ezt a pirosat is be tudom ott zúzni. Megszerzem ezt a kis partvidéket, mert irritál, hogy itt nem férek hozzá a vízhez. És aztán szépen a magyarok felé fordul majd így ebből az irányból is egy csapatocska. Remélhetőleg Bizánccal együtt. Na hát, közben itt ez van. Nagyon képzem itt az embereket, ezek már ilyen egytikkes katonák, és ugye látható a sereg mérete, hogy most már kellően méretes. Kéne itt tolni egy ilyen kis kirohanásszerű valamit. Ugye nem lehet itt hagyni őrizetlenül ezt a város, mert egyrészt befoglalja a pápa, mert hülye. A háborúban. Másfelől pedig fel is lázadnak, és az se jó. Ez mitől ilyen nehéz? Nekem. Mi van ebben? Ó, lovasság, para. Hát ja, lovasság az nagyon para az emberek ellen. Úgyhogy... Itt mennyire könnyű lenne kitörni? Hát ez se könnyű, azt a rohadt! Nem is vettem ennyire komolyan még ezeket. Lehet, hogy innen is el kell küldeni egy ilyen kis felmentősereget, de akkor lehet, hogy egyből betámad ez itt. Honnan szerezek most hirtelen utánpótlást? Itt jön egy felmentősereg, de az még napok, amíg ide elér. Szedd a lábad. Jó, itt közben valamit építeni kéne, nem lehet. Átképezni se lehet. Nagyon gagyi a helyzet, hát akkor megkockáztatom ezt az ütközetet most, ez lehet, hogy ez para lesz. Meglátjuk, azért egy lovasságom nekem is van, és nem gyenge. Lássuk, ez most egy eléggé sorsdöntő ütközet lesz lehet. Csá, Fighter Channel. Üdvít újra. És volt egy kis szünet. De örülök, hogy emlékszel, hogy itt szoktak lenni ilyen jó kis streamek, és itt vagy újra. Lássuk, hogy milyen esélyekkel indulok, ugye a lovasság az nagyon para. Szép nagyok a seregek, tehát ez jó. Sereg elrendezés, hát nagyon-nagyon szerencsétlen pozícióban vagyok egy völgyben. Tehát sehogy nem tudok jó helyzetbe kerülni, ez se jó. Hát... Itt van a legnagyobb pukli, talán. Jó sok ember fér el most a seregekben, mert átállítottam. Nem tudom, hogy ez nem akasztja a streamet, hogy sok ember van itt. Nekem nem akad itt a játékban, de sokkal jobban néz neki, hogyha azért jó kis duci seregek vannak itt. Ez azért egy elég impresszív megjelenés. Na hát Ferdeék taktikával szoktam így a német-rómaiakkal harcolni. Nem tudom, hogy ki ismeri a történelemből Ferdeék taktikát, amit ha nem tévedek, de tévedni fogok, de lehet, hogy Alex, hogy hívják azt a csávókát? Nagy Sándort. Na mindegy, ő találta azt hiszem ki. Hát meg a falangszot. Na mindegy. Tehát Ferdék taktika, ők persze, hogy nem mozdulnak innen a hegy tetejéről, miért is tennék. Kivárom. Tehát a taktika lényege az, hogy a sereg nagy része neki megy a gyalogságnak, meg kicsit a lovasságnak is. Tehát itt. Lovasság átküzdi magát, mögé tud kerülni és be tudja keríteni az ellenséget, ez a Ferdék taktikát. Ezek nem fognak megmozdulni sajnos. És hegyoldalban megütközni, úgyhogy ők vannak fent, a tetején. Most azon gondolkozom, hogy ha kilépek a játékból, akkor az milyen? Ez így nagyon para. Most very hard-on játszunk, tehát még a terepadottságokra is jobbára figyelni kell. Hát nézzünk ide. Jó. Remélem, hogy ettől a kis mozdulattól azért majd beindul az ellenség is. Mert azt szinte majdnem kizárt, hogy én ott felfutok azon a lejtőn, és akkor majd ott a lovasságával pacsizok. Ez kizárt.
Még abban reménykedek, hogy a milánóiak azok gyengék, és ugye azért ezek már egy tikkes katonák, a lovasság pedig már ezüst gerendás. Csá! Ezek ilyen gyengék, páncéjukról az tűnik ki, hogy annyira nem fejlesztette a páncélokat. Ugye meglátszik a katonákon, ha fejlesztik, például ezek fejlesztve vannak, sajnos. Ja, és akkor ezek kik? Ezek is csírák, ezek sincsenek fejlesztve, ezek egy kis bőr mellényes parasztok. Jó, azért elég erősek. És akkor itt van még ilyen kis gyalogság, ezek is ilyen közepesen fejlesztettek kb. Mint az enyémek. Ja, az enyém is ilyen bőrpáncélos téma. Ja, tehát kb. Ugyanolyan a páncélunk. Cserébe remélem gyengék vagytok. Ja, kis szolgák. Nem tudom, mi lesz most itt. Felsétálok a hegyre, maximum az lesz. Vagy ide küldök egy emberkét. Mert akkor sétáljunk föl több irányból a hegyre. Például. Hop-hop, itt valami van. Aha, nem tudja, hogy mit kezdjen a helyzettel. Na hát igen, ez a három csapatocska, ez majd itt fog felsétálni a hegyre. Ide jöjjön, ha lehet. A gyengéket. Azokat viszem a lovasságnak, pajzsnak. Kb. Így. Nektek nehéz lesz, mert szembe jöttök. És Kukinek nem adtam még utasítást. Ennek a kettőnek. Mi? Ennek a kettőnek, meg... meg ennek itt. Hú, hát itt már elfogyott a térkép. Itt nem lehet felmenni. Jó, akkor megint át kell gondolni, hogy ezt az egyes csapatka. Ezt a kettes csapatka. És akkor ti ide jöttök. Elég veszélyesen szar helyzet ez most. Ezt a hármas csapatka, persze. Idáig el kell jönnetek. Hop-hop. Nagyon szét vagyunk szóródva, tehát igazából ez lehet, hogy fail lesz, mert lovasságot középponti szerepben kéne tartani. Ugye, ha szét van szóródva egy-egy ilyen kis csapatocska, akkor lovasság azt könnyen le tudja szedni. Ez nem jó. Aj, komolyan, hát el fogom veszteni a csatát, ha megrohamozom őket. Ezek pedig bunkók elindulni innen fentről, hát very hard. Nem csoda, én se tenném. Én is megvárnám, amíg felszenvedik magukat ide hozzám. Nem tudom, ki kéne lépni inkább. Ez így nagyon bukta lesz. Jó, tök mindegy, igazából feláldozom. Jó, kb. Így, lovasság pedig legyen tartalékba valahol ott. Kicsit gyorsítsunk az időn, hogy teljen. Lassan jövök egyébként, mert számít az, hogy futnak-e az emberek, vagy nem, kifáradnak. Épp, hogy bemelegedtek ettől a kis sétától. Oké, ti egy kicsit stoppoljatok le, mert nagyon közel kezdtek kerülni. Jöttök! Kicsit rohamozunk, nem nagyon. Jó, beérték egymást a csapatok, király. Ti se rohanjatok nagyon. Aha, indul a lovasság. Jó, egész jó, egész jó. Ti erre jöjjetek. Á, P-be is visszafordul. Jöjjön. Yeah.
mehet azért alaptempón. Jó, jól kell itt beállítani a seregeket. Remélem, ijásztság az nincsen. Oké, nincs. Jó. Most már nagyon-nagyon finom hangolni kell itt a rendszert. Milyen aranyosan várja, hogy felálljak köré. Igazából az lenne király, hogy egy sereget tudnék mögé is küldeni. Mégis miért ne? Nektek ez lesz a dolgotok, mögéjük kerülni. És akkor már is nem olyan rohadszor a helyzet, de azért még eléggé. Menjetek közelebb, ne féljetek tőlük, nem bántanak. Jobban félnek tőlük. Tőletek, mint itt tőlük. Egy kicsit. Ezzel elég riasztó lehet így a valóságban, nem amikor körbeállnak titeket így sokan. Ki kezdi meg a támadást? Megkezdték. Oké. Okay. Ide menjetek, melléjük. Ajaj, most összekeveredtem véletlenül. Jó, hát vesztés rálunk, rögtön azért, mert lejtőn fölfele kell harcolunk sajnos. Be kéne rohannunk sajnos oda. Lovasság az mind megkifeszült az embereimnek. Sőt, be is kerítették egy helyen őket. Pedig én akartam bekeríteni őket. Mindegy. Jó, és ti még menjetek oda be a sűrűjébe. Legyetek szívesek. Lehet, hogy ez nagy fai lesz, ott egy sereg befélt. Kettő is befélt, három is. Befélt. Bepánikolt. Hája a bukta. Még azért kicsit öljetek itt. Még lehet, hogy visszajönnek, elég sokan vannak. Ja, nem. Hája. Igen, ez egy tipikusan vesztesnek ítélt csata. A lovasság ellen nem szabad gyalogságot küldeni, ezt tapasztalatot le kéne vonnom. Mindegy, ezt most már letoljuk. Megíroham az gyökér ellenség, és betalált, sajnos. Jó, fail, ezt nem játszom végig, ez túl megalázó. Aha. Ja, elbuktam Firenzét megint. Na hát very hard, egyébként eddig olyan jól állt minden. Mármint eddig a csatáig. Ki is tudom fizetni a váltságdíjat. Jó, hát ez egy csíra város igazából. Ugye ott se jó, felmentő sereg tök messze van, itt lehet gyártani? Jól van, most akkor lovasokat is gyártok, főleg. Eddig nem volt nagyon rájuk szükség. Lássuk. Mi történik még? Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogom kihozni. Stardew Valley, hát ez miért lenne? Az gagyi játék.
ki akar kertészkedni? Én kertészkedem a valóságban, ember. Sokkal jobb. Csak koszos lesz a kezem tőle. Sereg elrendezés kezdése. Hú, hát nem sok esélyem van így kapásból. Bár megvan az esélye annak, hogy hülye lesz. Ez elég szar sereg, tehát lovassággal támad Milánó, az hülye. Ha ki tudom lőni ezt a kost, akkor a falon le tudom zúzni az embereit, és pedig van esélyem arra, hogy kilőjem a kost. Bőségesen. Ugye szerencsés helyzetben vagyok jelenleg, mert még nem tartott a játék, hogy ballisztákkal, meg katapultokkal lője a falat. Mert akkor lehet védekezni itt a falon is. Hol vannak még az embereim? Jó, tegyük fel, hogy be fognak törni, tehát a lovasság az itt marad. Figyelni. De tegyük fel, hogy nem fognak betörni, hanem létrával fognak feljönni, úgyhogy ez a másik csapat is ide felkerül a falra, én úgy vélem. Továbbiak. Még egy kis minimális lovasság van itt. Tehát beállítjuk a sűrűjébe. Na lássuk, hogy mi ez. Oké, hát ők szépen nekitolják a kost a falnak. Ugye az ellenség szar taktikája az, hogy az egész seregét odállítja a fal alá, tehát addig szépen tudom majd szórni őket ezekkel a számszeríjászokkal, az nem fog tetszeni nekik. Sajnos rossz helyre megy. Nem, mégsem egy rossz helyre, akkor álljatok meg. Ide akar jönni szerintem. Valahova, vagy ide? Remélem, hogy ide. Na, íjászok azok már dolgoznak, itt az eredmény. Ezt nem szeretik a milánóiak, de most nem az a lényeg, ne őket lőjétek. Hanem őket lőjétek. Erről majd a gyalogság gondoskodik. Fussatok már, emberek! Aj, pont rossz helyre állnak létrával. Gyerünk, szaladjatok! Nem akarnak berendeződni a helyükre. Aj, és szar helyre állnak. Tényleg szar helyre állnak. Sprint, 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 sprint! Na, beszívták. Oké, akkor nem jönnek be, akkor csak falon fognak jönni. Gyertek már ide, baszki, az Isten szerelmére! Miben akadtatok ott el? Gyertek már ide. Ti is. Ajaj, itt lehet, hogy a nagyon lassan szaladó számszeríjászokat beszívják. Beszívták. Addig lőjétek, ott van a nép, lehet lőni. Ott is vannak számszeríjászok, őket is lőjétek. Gyertek már ide, mit csináltok? Szaladás van! Nem vagytok túl okosak ma. Se. Jó, hát itt elég nagy a káosz. Jó, itt páran meggondolták magukat. Számszeríjászok azért, remélem osztják. Osztjátok? Osszátok. Na, gyertek ti már ide. Nem tudom, gyertek le ide. Először, aztán meg tudjátok csinálni. És ha ide kéne jönni, akkor mi van? Bejátszátok. Na. Nagyon bénák, most nem tudom miért ilyen buta az, ami általában nem szokott ilyen ostoba lenni a gép. Ne adjuk már felszállni őket ide a falra. Tök mindegy, addig lőjétek. Lövitek? Lőjétek. 1%-ot vesztettem eddig, ők 23-at, nem rossz. Ne felejtjétek még utána, majd le is kell jönni a falról, és ott a lovasság. Tehát igazából már nyertem szerintem ezt az ütközetet, nem tetszik a milánóiaknak ez. Előző megalázó vereséget most egy diadalas győzelem, egy diadalitas győzelemmel fogom zárni ezt. Őket lőjétek most. Még trükközni is lehetne. Hát a lovassághoz nem megyek ki, úgyhogy inkább hagyom őket elfutni. Lehet, hogy visszajönnek még a falhoz. Na, hát lássuk, mit élnek át ők. Kors eltört.
emberek fejvesztve menekülnek mindenfelé, akik nem menekülnek, azok állnak, és csúnya fejjel tűrik azt, hogy mi a helyzet. Oké, számszerű jászok itt a nagyon-nagyon nagy létszámú embert lövik. Szépen fogynak, néhányan feljutottak a falra azonban. És itt most nem csinálok semmit szintén. De ti se? De mi ez? Nem tudom, mit alkotnak ezek a katonák itt. Tudjátok, hogy gyertek le innen. Mit csak kelletek. Most bezzeg arra futnak, hülyék. Na így legalább összeütköznek kicsit. Lássuk, hogy ki a jobb. Ja, megfutamadtak, akkor csá! Akkor nyertem. Eléggé durván. És így a csata végére nagyjából sikerül felállnom a helyükre. Jó, hát itt szaladgálnak a fal alatt és szenvedik az air damage-et. Hát nem jó nekik ott lent, szerintem. Hú, de nem jó nekik ott lent. Pánikolva állnak egy helyben. Közben kapják az ívet. Hát nem tudom, most annyira jól állok, hogy igazából kifuthatnék mészárolni, de hát minek? Kicsit gyorsítsunk. Nem tudom mit várnak. Mi fog történni. Na most visszajött ott egy bátor csapat? Hop, milyen lelkesen futnak a létre felé. Mi történik majd velük később? Mi lesz veletek? Na, ti most őket lőjétek. Ajaj, már 2%-ot elvesztettem a seregemből, mi lesz most? Ajaj, megijedtek valamitől, hát... Elillant a lelkesedés, hát van ilyen... Hát, de itt egy újabb csapat erőre kapott, hop! Most jön a... Counter-attack! Nevetséges, amit tolnak ezek a milánóiak. Na, ez megalázóbb, mint amit én csináltam velük szerintem. Jó, mondjuk ott is azért elég sokat vesztettem, de... Jó, most őket is lőjétek, mert itt elég nagy halomban áll az ember. Még van azért lőszer, még egy harmada ment csak le a lőszernek. Lehet itt azért még lövöldözni. Falakkal már nem próbálkoznak nagyon. Ott még itt egy-két ilyen milánó itt beragadt. Menjetek le ide. Hát, nem tudom. Gyorsítsunk, mert ez már kezd kicsit gáz lenni. Lövöldözzetek, csak öljétek őket. Hop, lovasságot is véletlen ráküldtem. Na mindegy. Hop. Most magukhoz tértek, nem baj. Itt szanaszét vannak az emberek, ezeket megpróbáljuk így leszedni. Teljesen bebágolt az ellenfél, nem tudom miért teszi ezt. Egyébként azóta figyelem meg ezeket a bágokat, mióta nagyra állítottam a sereg méretet. Hát ez most fail. Most elég sok lovasságot bejött. Jó, menjetek csak vissza a falra. Nem kell hősködni. Ti is gyertek vissza. Ja, ti ki sem mentetek, oké. De ahogy vagyunk elverve, tök jól állunk. Csak ne jöjjenek be. De szerencsére hülyék. Egyébként ilyen rohamnál meg lehet azt csinálni, hogy... ha pont akkor érsz oda a falhoz, mint a menekülő, akkor be tudsz jutni a falon. Jó, hát az embereit elvertem, de még így is.
Jó, azokkal átmegyek máshova. Rohanjunk oda, hát most oda gyűlt fel az ember. Mondjuk azt is meg lehet csinálni, hogy ide menjünk az egyikkel. Hát most nem tudom, mit rinyál itt a gép, hát 8%-ot vesztettem ők meg több mint felét. Csak tiszta bug a játék, és ez most kicsit idegesít, és nem akarok kilépni sem, mert akkor elvesztem. Nem vágom, mi ez a bug. Halmaz, pedig most frissítettem a játékot a legjobb verzióra, az 1.5 pont, akárhányra. Tök mindegy, akkor gyertek le a falról. Ez a másik lovasság, ez mit csinál itt? Miért nem jöttök be? Nyissátok már ki a kaput. Miért nem nyílik ki a kapu? Nem hiszem el. Mi a szar? Hihetetlen bágos most valamiért. Nem vágom, mi ez. Csá, fura nevű csávó. Csak a lovassága? Hát, ja, a lovasság az most beszívta nagyon. Haza se tudnak jönni, meg mindenki tök el van cseszve itt most. Agyilag, a falnál. Aj, Istenem, ez a csata! Aj, de nehezen indul ez a mai nap, ez a mai streamelés. Na, akkor egy kis türelmet, amíg nem történik semmi. Na. Jó, falról lejöttek, lovasság az ott áll és várja, hogy történjen valami. Én pedig most már innen szedegetem az embereim. Tehát azt remélem most, leginkább, hogyha az emberei elfogynak, akkor a lovassággal már nem fogja itt piszkálni a falat, mert nem is tudja. Nyissátok már ki azt a kaput, ti gyökerek! Mit csináltok? Komolyan? Biztos, hogy a nagy létszám miatt van ez. Lehet, hogy itt valahol az egyik kis katona így rámoccant a kapura és így elfoglalta. Nem lehet kinyitni? Na, szaladjatok már ki a kapun. Hát, ha kifogynak a számszeriászok, akkor sajnos az lesz, hogy majd... ki kell mennem. Na végre! Hát ez elég sokáig tartott. Kerüljetek már beljebb! Na, ügyesek vagytok. Kaput bezárni. Lőjétek kitartóan. Most lövöldözik, hát nekem kicsit nagyobb esélyem van lőni őket. Na, most már jól állunk, talán. De hát eddig is álltam volna jól, szerintem. Takaradjatok, lovasok, ti úgyse tudtok már csinálni semmit. Miközben a lovasság egymaga lezúzná az egész városomat, na mindegy.
Ez majd később kell, most elkezdtem egy csomó városban lovasokat termelni, hát ha az majd segít. Gyorsítsunk az időn. Hát nem történik semmi igazából. Még mindig tudnak lőni. Ja, ez mindjárt meghal. Oké, az meghalt. Akkor ti mit csináltok? Ti kifagytatok, mint az állat. Hát ja. Na, akkor próbáljunk csak meg valamit. Akkor ki kell mennünk sajnos. Személyesen. Most ez elég durva lesz lehet. Gyertek már! Futás van, balherék. Kimerült, kimerült, bemelegedett, friss, friss. Lelkes. Hát ők az egyetlen kimerültek. Gyertek ide. Hát akkor neki megyünk a lovasságának, az lesz a helyzet. Még kicsit itt pörgetem az időt, hogy lássam, hogy ez a kimerültség ez elmúlik-e nagyjából, vagy nem. Megállhattok. Egy nagyon pici, tehát itt megbolondult egy sereg. Hát ja, egy iszonyat nagy technikai bugot találtam, ami lehet, hogy a csatámba fog kerülni. Mindegy, most egy-két sereg itt távozott, még ez a sereg itt menekül. Addig várok, amíg ők ki nem jutnak a térképről, mert akkor lehet, hogy az egész csata, vagy az egész ember úgy gondolja, hogy majd elmegy. Az ellenfél, a lovasokkal, meg stb. De ha nem mennek el, akkor kimegyek és személyesen töröm szét őket. Ah, siessetek már! Jó, addig nézzük, hogy itt táncolnak ezek a zászlók. Mi történik, ha kiállok amúgy ide? Jó lesz. Sétáljatok ki oda teljesen nyugodtan. Meglátjuk, mit reagál erre az ellenfél. Lehet, hogy ez ettől most magához tér kicsit. Most már ez a sereg felállás van. Oké. Kimerült. A számszerű eszközök kimerültek. Jó, most megütközünk. Jó, lovasság bepánikolt, ezt ki lehet használni. Ennyi. Lovasság az ide átjöhet hátra. Ez az egy kis csapat, ez kerüljön ide. És akkor jó lesz. Hát ja, ez egy elég, nem tudom, furcsa csata volt. Bágos, meg szar. Meghalt. Király. Na hát végül is akkor sikerült visszavernem ezt a kis milánói sereget, viszont sajnos a másik város az veszélybe van. Az erősítés megérkezésére nincs lehetőség. Kimenekül ott a jó tök, mindegy. Hősies győzelem, hát igen, hatalmas túlerővel szemben iszonyat nagy vereséget szenvedett ez a gyökér csapat. Szerencsére. Remélem ettől az egész másik serege is úgy dönt, hogy inkább szétoszlik és felbontja a seregeit. Ostromol tovább a hülye. Hát ez para.
az ugye egy másik ilyen nagy lovasságtartalmú sereg. Most megpróbáljuk azt is leszedni, az a helyzet. Most bizánci birodalom is itt piszkálódik. Portugália, teljesen értelmetlen, hogy van. Magyarokkal akarok kereskedelmi egyezmény, mehet? Meg egyébként, hogyha akarsz, akkor fizes nekem 1000-est. Akarsz? Hát bocs, na mindegy. Volt már olyan egyébként, hogy random kértem egy 100-ast és adott. Na hülye. Aztán lezúztam a birodalmát. Na, a lengyel királyság most, ugye minél később vagyunk a játékban, ez van az 50. kör. Annál többet pofáznak a többiek is. Sajnos. Lázadók. Na hát, ez van. Kelengye van, stb. Nézzük, milyen esélyekkel tudok itt védekezni. Hát itt nincs íjászság. Vagy hát egy darab. Ez gyenge. Ez para. Felmentő sereget kell küldeni oda, az a helyzet. Addig még ők fel fognak itt lázadni a píbe. Jó, az úgyse kell. Na. Menjetek már oda. Arra a kockára. Ja, hogy itt a pápai állam is. Nem vettem észre. Jó, pápai állam, hogy gyorsan lezúzom, ez csak 80 ember. Remélem van nálam egy lovasság azért, mert ez kellhet. Live-olsz? Mi? Tessék? Jó, hát akkor menjetek Pauli Pályhoz live-ol. Live-ot nézni, mert ő live-ol. Na, akkor seregelrendezés kezdése. Hát felmegyünk persze a hegy tetejére. Nem lehet, akkor ide. Csataindítás, tök mindegy, meglátjuk, hogy milyen az az ellenfél. Van itt náluk egy kevéske számszeri, ezt lovassággal le lehet zúzni. Itt van ilyen kis izé, és itt van egy ilyen nehéz dolog. Ezzel majd, ez hányan vannak? Nem jelzik ki sajnos. Ja, akkor kicsit menjünk közelebb. Két oldalról támadunk gyakorlatilag. És akkor kezdjük meg a támadást filman. Lépkedjünk közelebb hozzájuk, és akkor lássuk, hogy mi történik, gyorsítva természetesen. Jó, lovasság, az mehet szétzúzni azt a kis ijászságot, hogy ne bántsanak. Egyné. És akkor most már mindenki mehet amúgy roham tempóban. De csatára. Ugye elég képzett embereim vannak, tehát ezek már ilyen kettes, 34 darab ilyen kettes cuccos. Ezért van. Mondjuk most jól beszívtam, mert a lovasságával egy kicsit megszivatott, de nem baj. De jó, jól halnak, tehát kellő mértékben jól pusztul az ellenség is, a pápai állam az gyenge, majd a milánói hercegség lesz izgalmasabb. Talán. Ja, itt még van valami kis összeütközés, ez mi ez? Ja, itt harcol még néhány darab ilyen gyökér. Oké. Okay. Jól állunk, ezek szerint, mondja az AI. Oké, okay, az utolsó két hős katonait küzd a 24 emberrel, hát itt már nem lesz veszteségem, én úgy érzem, és akkor mehet a támadás. De érdekes, hogy nem futamodtak meg egyáltalán. Na és akkor most már itt ugyanennyien vannak. Egy csata vége. Hát 6 ember maradt meg ebből a kis pici zéből. Mondjuk azért erősek voltak, tehát én is vesztettem keveset. Na, akkor most ez lesz, hogy ez a kis sereg most oda tud menni kényelmesen ahhoz a... Na, kifizeti vajon? Pápai állam sem fizet az életért. Nagyon rossz. Jó, akkor menjünk vissza a városba. Átképzés. Nem ártana, hogyha azt a kettőt ki tudnám növelni. Sajnos a csata az meg fog történni így is, úgy is. Jó. Ezeket nem lehet összekeverni, sajnos. Hát, ez a helyzet.
Ezt meg kell játszani, ezt meg kell kockáztatni sajnos, mert akkor itt most lehet, hogy helyreáll a rend. Ebben a három városban, hát távolról sem. Tehát meg kell még itt várni azért, hogy megérkezzen az erősítés. Nem hagyhatom itt ezeket tök üresen. El kéne menni már magyarokkal harcolászni. Nem árt igazából, hogy ezt most felétől mutatom be ezt a sorozatot, mert 50 körön át gyakorlatilag ez történt, hogy itt a ezen a kis hülye csizma szigeten harcolászok. Hogy is volt a helyszín, hogy itt támadok, akkor valószínűleg honnan a P-ből jönnek? Vagy innen jönnek, vagy a túloldal, de szerintem innen jönnek az utánpótlásék. Azaz, pont innen jönnek az utánpótlásék, király. Kerüljetek beljebb, léci gyorsan a térképre. Mert ez most elég para. Már el is indult. Sok a lovassága, sajnos nekem nem annyira. Van egy kevés számszerű jászom, meglátjuk az mire jó. Hát, necces. Túl sok megint a lovasság, ezt már egyszer beszívtam, hogyha egy-két ilyen csapatocska így elmenekül, akkor nagyon beszívom hamar. Talán itt a dombról minimális előnyre azért szert tudok tenni. Oké, battyogjatok szépen oda. Látszat azt mutatja, hogy többen vagyunk, de ez látszat csal néha, mint most például. Nagyon jön az ellenség, milánói kis botos csávók, meg botos lovas csávók. Na, ezeknek ilyen kisebb botuk van, ezek gyengébbek. Az nehéz lovasság szerintem ez itt. De nem annyira nehéz, mint az enyém, tehát ezek ilyen közepes, en nehéz lovasságok. Az ilyen gyenge lovasság, az enyém, az pedig milyen? Jó, nekem is csak közepes van. Hát lovagokat kellene csinálni, tehát a testőrségek azok mindig ilyen lovagok. Azok nagyon erősek, azok ilyen nehéz lovasságok, ezek ilyen közepesek. Bár nehéznek vannak itt írva. De azok nagyon nehezek. Na, akkor lovasságot rendezzük szépen be a ferdeik pozícióba, hogy azt meg tudjam csinálni. Te lesznek az egyeskék. Jó, ti lesznek a ketteskék talán. Pedig már is kezdhetek lövöldözni. Ketteskék, azért fedezzék őket. Ferdék taktika nagyjából. Oké, lövöldözzetek. Amint tudtok. Hol van a többi sereg? Mit csináltok? Gyertek már gyorsan! Ti álljatok meg! Gyorsan, gyorsan, már nagyon közel vagyunk egymáshoz. Ti mit csináltok itt? Jó. Lövöldözzetek. A lovasság megindult, inkább úgy döntöttem, hogy lovassággal tompítom a támadást, meg gyalogsággal is. Jó, szálljatok be a csatába hamar, és ti is, de ti arra. Ényi. Hát ti beszívjátok talán. Oké, eddig jól állok, eddig. Nem is olyan durva ez a csata. Jó, lehet, hogy elkiabálom, de eddig nem olyan durva. Oké. Okay. Ti menjetek ide. Ide gyorsan, így.
Oké. Na, egész jó. Egyik lovasság a kis négy katonával mehet ott írtani. Ezt is üldözzük, hogy ne gondolják meg magukat. Maradék lovasság az írtse ezt. Gyalogság pedig ott vegye kezelésbe azt a maradék zászlóaljat. Ez a terv. Jó, még van egy elég nagy lovasság ott, ezt sajnos a gyalogságnak kell majd lepusztítania. Napránként, amíg a lovasság, amit intézkedik a túlélőkről. Mindannyian menjetek ide. Álljatok fel így. Na hát, jól állunk. 74% keresett, nem csak 17, ez elég jó. Ez az elég jó kis lovasságot tiltja azt a népet. Hogyha ők végeztek, akkor ők is visszaszállhatnak a csatába. Sajnos az ijászaim azok itt el vannak ezzel a kis lovassággal, de úgy tűnik, hogy a java részük azért pusztítja ezt a lovasságot kicsit talán. Na mindegy. Hol a csata? Itt. Jó, ők is megijedtek. Felállunk szépen, nem üldözzük őket, azt rábízzuk a lovasságra. Ne, ez már aranycsávó itt. Jó, gyalogsága szépen nézzen szembe azzal a lovassággal ott. Márcsak ez a lovasság tartja itt igazából a lelket a milánóiakban. Szaladjatok! Kezd meg! De mi az, hogy én támadok és megbotlik a lovam és leesik a csávó? Remélem valami olyan durva arc halt meg. Na mindegy, tök mindegy. Azért megnyertük, és mind a két milánói sereg, mind a két nagy milánói sereg meghalt. Jól van, jól van. Itt még van valami kis gyalogságszerű. Nem, ezek is lovasok. De jó, ezt itt már valaki kezelgeti. Ja nem, hát ezek az én embereim, és ilyen ellenséges lovasság kezelgeti ezeket. Kik ezek? Íjászok vannak itt. Na hát még lovassággal ezeket leszedem gyorsan. Na. Gyorsítsunk akkor. Oké, megtörtént az összeütközés. Kinek hal meg először lova? Nekem. Sajnos. Jó, hát... ja. Tehát azért ez nem olyan dicsőséges küzdelem, mert azért kétszer annyian voltunk, és csak fele annyi... emberünk halt meg. Hát mondjuk, na mindegy. Megvan, az a lényeg, hogy a milánóiak most mind elpusztultak. Most egy kicsit rámegyek itt arra, hogy itt az egységeket rendbe pakoljam. Mert nagyon-nagyon... megsínlettem, kifizetik. Elfogadva kifizetik, ez nagyon jó, mert ebből fogom finanszírozni a seregek rendbehozását. Átképzés. Ja. Ez itt készül. Ez nagyon kevés. Átképzünk mindenkit, akit lehet, nem lehet őket. Viszont kiképzünk ilyeneket. Mondjuk úgy sincs rá pénzem jelenleg, de majd meglátjuk. Ez egy szar. Na, ez így jó lesz, akkor lássuk, hogy... most nagyjából sok helyen nem történik építkezés. De ez nem is baj, mert... most seregeket kell készíteni, mert nagy ütközet várható. Itt van egy elég tekintélyes sereg, de ezt ennek tartogatom, itt nem tudom ez mit. Ezt nem tudjuk megnézni, valami ügynökkel csináljunk már ide egy ügynököt valahogy. Nem lehet. Jó, hát ez van. Itt készült egy kis csapatocska, ezzel majd itt el kéne foglalni azt később. Gyártódik, itt megint egy csomó mindenki van, ez ki. Családtag, családtag.
Ja, hát doktor családtag útra kell. Kis bandával. Frontra. Ide. Ugye Bécset erősítem nagyban. Jó, itt mi van? Ó, hát itt lovasság is van, ez kell nekem. Akkor jó. Van egy ilyen kis vityilló. Ó, ott is van lovasság, hát ez milyen jó már. Akkor ezt hálából ezt így generálom, hogy jobb legyen. Na, röpüljön az idő, lássuk, hogy mit tesz most az ellenség. Senki nem tesz semmit, csak húzzák az időt, mint az állat. Magyar királyság. Hú, már nagyon szeretnék játszani a magyarokkal. Ott tényleg sokat kell trükközni. Lehet, hogy azt is very hardon játszom, de az aztán... Fú. Az nagyon kemény lesz. Elején tök gyenge vagyok, körbevesz mindenki. Olyanokat kell csinálni, hogy kémeket küldeni mindenhova, hogy kinyissák az ajtót, megpusztítsák. Szabotálni kell minden épületet az ellenségnél. Hogy ne termeljen egységet. Hú, remélem ti itt összevesztek. Veszetek már össze, hirtelen. Semleges háborúban, tök mindegy, akkor nem fognak összeveszni. Na hát itt egész jó itt a helyzet, ezeket a lovasokat, itt lehet lovast képezni? Hogy van ez? Itt lehet valami gyökérlovast képezni, az elég gyenge. Megnézzük, hogy ezeket ki lehet-e ott javítani. Mert itt nem azt tuti. Azaz, át lehet képezni a lovasokat, király. Ez egy szar. Akkor őt nem gyártok. Itt készül az utánpótlás. Itt nem lehet semmilyen egységet gyártani, csak ilyen ócskát. Most, hogy ez itt már kb. Biztonságos, azért nem nagyon, mert itt van a pápai állam, meg a milánói hercegség is, de kb. Biztonságos, lehet egy kicsit tuningolni ezt a várost is, ha már így alakult. Jól van. Csapatok. Jövögetnek, ez azért egy elég tekintélyes lovagsereg. Lovas sereg, nem lovagok, csírák. Oké, és ott jön egy másik utánpótlás, ő megy Bécsbe. Nagyon jó, jó teszi. Hát itt ezt őrizgetni kell ezt a várost, mert itt a dánok bármikor beszólhatnak. Nézzük meg ezt, hogy állok jelenleg. Diplomácia, mindenki utál. Senki más nem háborúzik gyakorlatilag, csak velem mindenki, meg itt magyarokkal kicsit. Szövetségesek inkább. Pápánál, hát természetesen a szokásos. És nézzük még meg ezt is. Hogy így a többi nép az hogy áll hozzám képest. Mindenkit bekapcsolok, hogy jól látszódjon. És akkor ott az vagyok én. Záltán rangsor, tehát egész jó helyen állok. Haderő rangsor, torony magas. Dehogy is, ki az ott? Ki az a nagyon erős ember ott? Itt valaki ott van, ilyen zölddel. Anyád, a milánói hercegség milyen erős! És én kikezdtem velük haderővel. Hát akkor lehet, hogy egy kicsit le kell pusztítanom majd itt a seregeit. De lehet, hogy azok mind szakképzetlen ilyen kis földes parasztok. Tehát ez csak a számot jelenti. Remélem. Jó, termelési rangsor, ez nem olyan rossz. Területi rangsor, én vezetek. Pénzügyi rangsor, hát ez gagyi. Tehát nekem sosincs pénzem, hát... akinek itt sok a pénz, az nem költ. Annak gyenge a serege. Hát ez van, hát akkor milánóiakkal még sajnos ellen magyarok előtt kell egy kicsit ügyeskedni. Hátba támadnak. Bár lehet, hogy tolhatok egy kamikázét. Végül is. Toljak kamikázét magyarok ellen, hogy hagyom, hogy hátulról ledaráljanak a milánóiak, és elő pedig elfoglalom magyarokat, és akkor vége. Nem tudom. Jó, teljen az idő. Mert hogyha minden seregemet Bécsbe raknám, akkor egy jó 2-3 zászlóaljat szerintem össze tudnék rakni.
És azzal bizony elsöpörném a magyarokat, mint hogy se lennének. Aha, meg ilyen a milánói sereg, de ilyen kis cafatokat küld, nem ilyen rendes csapatokat. Az lesz, hogy egyébként majd én kopogtatok akkor szépen, és akkor kivívom magam ellen a sorsot. Össze kéne haverkodni a franciákkal is. Érdekes, hogy mivel meghalt a pápa, nem tört ki a keresztes hadjárat. Pedig 100. körbe már azért kiszokott. Vagy mi az? 30. körbe már kiszokott. Na, magyarok itt hajbókolnak nekem. És lázdók. Európai papír. Szerintem Európa. Írottam pecsét. Préselten. Ja, megtanultak könyvet írni az emberek. Tök mindegy. Oké, hát folyamatosan gyártom az egységeket, rendkívül sokat. Építkezése már nem futja. És ők a legerősebbek, sajnos. Viszont semmi másban, semmiben nem vagyok király. Hát, hihetetlen. Na, hát akkor nézzük meg. Ti megérkeztek most. Készül egy-két számszeríjász. Lovasság az rendben van hozva, kivéve ez a kettő, ez szar. Valamiért el kéne küldeni őket máshova ide. Itt van istáló? Nincs itt semmi, ez itt szarhely. Pedig régen ez milyen jó hely volt, amikor a németek maguktól vezérelték őket. Itt van ló? Itt van ló. Akkor sajnos nektek el kell batyognak egészen idáig. Reménykedjetek, hogy nem találkoztok milánóiakkal útközben, van rá esély. Átképzés nincs, ilyeneket azért pumpálni kéne, lovasokat is. Itt lehet lovasokat fejleszteni. Most már mindegy, azok elmentek, de itt van az utánpótlás, ezek zöldfülőek, tehát gyengék. Oké. Hol van a csapat? Itt van, jön. Csatlakozik hozzá még egy-két lovas is. Ide. A lengyelek itt nagyon, nagyon csúnyán bejöttek ide. Mi ez? Amikor ezt teszik a lengyelek, akkor eléggé. Eléggé fenyegetnek. Ezek szerintem jönnek támadni. Píbe, most már a lengyelek is itt beszólnak, és a magyarokkal meg nem tudok piszkálódni. Pedig az lenne a jó. Mit csináljak veletek, emberek? Van valahol egy ügynököm, hogy kicsit nyaljak nekik? Nincs ügynököm, gyártsunk már valami ügynököt valahol. Sehol nem tudok ügynököt gyártani. Tök mindegy, meg fognak támadni a lengyelek, lássátok meg! Gyökerek, de akkor kiírtam őket is lehet. Azonnal. Mindjárt ők jönnek szerintem. És nem támadtak meg, király. Oké. Jól van. Na. Örökbefogadható jelölt, ezt figyelni kell nagyon, mert hogyha ez alacsony, akkor bármikor fellázadhat sereggel együtt. Volt már ilyen, hogy így full zászló aljat benyúlt egy ilyen paraszt. Na! Hát én azt javallom, hogy ezeket vonjuk itt össze egybe. Kaiser. Jó. Akkor ő, meg ő, meg ő, ő, ő és ő. Elsétál ide. Ezt nem szereti a nép. Csináljunk már valami olyat, hogy... Tök mindegy. Akkor ezt nézzük meg. Akkor így gyártok hiászokat, ez jó hely arra. Ezek gyengék. Mert egész jó páncéljuk van.
innen kérem szépen ezt, meg ezt, meg ezt. Ezeket a szolgákat is. Ide. És... Egy, né. Aha, ott van Milánó. Közel vagyunk. Na ez már itt egy elég jó sereg. Akkor lássuk, hogy ezzel mit lehet csinálni. Most itt sajnos fel fog lázadni a nép. Attól tartok. Itt még egy kicsit valamit kéne tolni. Egy istállót. Na, hát ők nem mozgulódnak. Oké, hát akkor lássuk, hogy mit csináltak ti. Menek, nem tudom megtámadni őket, beszarok. Akkor ti még tudtok menni? Hát hogy ne tudnátok menni? Menjetek be ide. Csezze. Ennyi minden van ebben a városban? Azt a rohadt? Kérek sok mindent. Ki vagy te? Hadvezér, hűséges ember. Nagyon hűséges király. Vallásos, éjszakai harcos. Király, egyet viszek magammal simán. Elnézünk erről is Milánó felé, hogy arra mi van. Na, úristen, sok sereg. Itt van a sok sereg. A sok milánói sereg, hát ez nem jó. Bár lehet, hogy de. Anyád, ezek milyen katonák. Ezek szerintem zsoldosok, de ezek iszonyat erősek lehetnek. Számszeriászok és heteset sebeznek. A sima számszeriászaim, azok talán ketteset sebeztek alapszinten. Ti mennyit tudtok? 3. Hát az nem sok. Good luck, akkor velük. Na lássuk, mi történik. Lehet, hogy beszólnak annak a lovas seregnek. Időközben. Ennyi az idő amúgy. Ó, 1 óra, még van 1/2 óra játékidő. Király. Ezt nagyon sokáig csinálják ezek a magyarok. Figyeljétek, ott egy pápa. Random, itt befigyel egy pápa. Semmiből. Na jó, hát az lesz, hogy most kicsit őket szétpiszkálom. Aztán a pápát is szétmaszatolom ott. Ahol van. Talán még el tudok lépni odáig egy lépésből. És aztán... Egyesítem a másik lovassereget is, azt a lovassereget. És akkor elkenem a milánóiak száját keményen. Sereg elrendezés kezdése történjen. Itt egy ilyen kis hupli, akkor itt a huplira felállunk sokan. Ezek ilyen bénák, ezek gyökerek. Nem tudom miért vettem őket, tök drágák és tök szarok. És ráadásul elcseszik az egészet. Akkor őket külön fogom kezelni. Ti vagytok az egyesek. Leszek kettes, egymagad, tök mindegy. Gyalogságot. Te mennyire vagytok jók? Hát ez nagyon-nagyon-nagyon jó megoldás. Ez komoly? Mi ez? Tüttesd már el innen. Mindegy. Akkor ez van. Gyalogság, ferdék, taktika ismételten. Ijászokat is hozok. És ezek a szolgák, ezek nem tudom, ezek legyenek ilyen jobb szárny. Tök bénák úgyis. Milánóiak rejtőzködnek az erdőben, ezért látszanak olyan picinek. Nem ennyien vannak. De katapultjuk is van. Jó, akkor ez van. Akkor az lesz, hogy lovassága így finoman ide sétálok. Megint elcseszi valaki itt a sort. Lehet, hogy a két nagyon erős ember. Na ezek ilyen... Hol vannak ők? Tehát ők a legnehezebb egységeim. Ezek ilyen lovag katonák. Nagyon kemény arcok. Akkor itt kicsit odébb ezek már, ezek is lovagok. Ezek a
közepesen nehéz egységek, de még ezeket is nehéz lovasságnak, ezeknek ilyen vastag botjuk van. És úgy látom csak ilyeneim vannak. Ja. Ezek ilyen kardos csávók. Érdekes módon lovagfejük van, de ezek nagyon gyengék. És most nem tudom megnézni mennyire. Na, oké, akkor a gyalogság is kezdjen el arra szólni. Ide. Kicsit tartok attól mondjuk, hogy azzal a katapulttal ott majd egy kicsit megsorozd, de hát van ilyen. Érdekes mexikói zene van, indokolatlanul. Jók ezek a nagyseregek, nem? Tehát jó, amikor ilyen sok ember van egy helyen. Nagyseregekkel jobb játszani, nem tudom mennyire akasztja a streamet. Még nem nagyon figyelem közben. Akad? Akad néha a stream, vagy nem? Szar idő van, zuhog az eső, ránk rozsdásodik a páncél. Milánóiak megmoccantak. Aha, vannak itt sokan. Jó, ezek számszerű jászok, azokat már is megküldöm. Lovassággal. Jó, gyalogság is kezdjen el most már azért igencsak gyorsan gyalogolni. Ti szedjétek a lábatokat. Jól van, lovasság az igencsak keményen eltalálta most a milánói hercegséget, ezzel a lovassággal ide jövünk gyorsan. Oké. Jó, hát nem szabad, hogy sokat veszítsek. Legyetek ti a 4-es control group. És akkor most mehettek oda. Futás. Oké. Meghalt az ellenséges főnök. Oké, eléggé összemorzsolódik itt a milánói sereg, úgy vélem. Hú, de rossz nekik. 3%-ot vesztettem, ők 50, 60, 70. Ha, nagyon sokat vesztenek. És lovasok is. Jó, azokat is ott megkergetjük. Ti ne lőjetek egyáltalán. Jó, hát megsemmisítem az egészet most már. Kezdésnek nem volt rossz ez a csata. Ugye most jön majd a nehéz falat, mert ott még azért van milánói sereg, ahonnan ez jött. De komolyan örülök, hogy ezek gyengék. Hol van az a csapatka? Ti ne. Hát ez most itt nem jó nekik. Hú, miért kapott? Már csak ő van. Na. Jó, ő sincs. Na, nincs senki. Senki Milánó itt a térképen, az jó. Nekem 4%-om elbukott sajnos, az rengeteg. Mondjuk nem tudom miért sírok. Tök nagy a sereg, 57 ember. Hát ez kellemes volt nekem. Nekik annyira nem. De nem baj, még nekem is van még seregem. Most gyorsan lepattintom a milánóiakról azt a hatalmas nagy sereget, és akkor utána elindulok most már tényleg a magyarok felé. Mondjuk ez az első részt, tehát igazából annyira nem kell. És 3000-et is kifizettek az emberükért. Nagyon jó. 3000, az rengeteg pénz. Most egy csomó egységet le tudok gyártani emiatt. Na hát ez van. Nézzük, ez itt nagyon körbeállt. Jó, ezzel nem próbálkozok. Ja.
Jó. Ú, baszki, a pápát akartam. Mennyire szívom be itt a pápa ellen? Nagyon! Nagyon-nagyon! De miért? Mi van ebben? Jó, ezek meghalnak. Ezek viszont rohadt durvák. Erősítést nem tudok küldeni sehonnan. Hát mondjuk innen, de... Megpróbálom ezzel a kicsi sereggel leszedni ezt a nagyon nagy pápát. Hát ez se sokat segít igazából. Miért? Van itt valami lovassága? Itt van maga a pápa megint. Ez hülye. Beküldi a pápáját frontra. És ráadásul nem is gyenge ez a pápa. Iszonyat durva. Lovagos. Áj, és akkor itt mi van még? Semmi? Én nem tudom ezt kiképezni. Nincs ember lehet itt. Nagyon kevés ott a populáción, hát nem tudom, most honnan szerezzek még hirtelen sok embert. Vagy legyek most annyira bátor, hogy elkezdjek egy magyarok elleni hadjáratot? Simán. És már itt nem akarom húzni az időt nagyon. Te ki vagy? Termelést is ad, bányászatot is ad. Nézzük, mit érek át, hogyha... Nem sokat csökken. Te maradsz ott. Megkapsz mindenki mást. Edd meg, tovább gyártom az egységeket. Oké, gyártódnak azok. Oké, örülök neki annak, hogy nem támadott ott meg az a gyökér. Lengyel. Nagyon közel van itt egy ilyen ellenség. Te mit csinálsz itt? Mi van benne? Fúha! Jó, ez ilyen közepes. Ez milyen vicces ellenség már. Jó, nem is annyira erős király. Hát ezeket lezúzom ilyen poénból. Most van idő. Azért nagy csaták előtt legyen már egy kis ütközet. Jellegű. Aztán remélem nem bukom be itt az egész csapatomat. Ez még belefér a mai alkalomba. Látszólag sokan vannak. De mi is? Húha. És nem tudom igazából. Azért meg lesz. Na ezek durván néznek ki. Ők is. Durva az ellenség. Durva! De meg fognak halni. Ijászok teszik a dolgukat. Ti helyezkedjetek jobban.
Jó. This battle progresses well for the Empire. Eddig jó. Oké, lőjétek, de az én embereimet, arra figyeljetek. Csak. Meghalt az ellenség. Király! Na hát akkor mindenki meghal, most lassan. Lehet most már üldözni itt a népet. Jól van. Kicsit mészárolgatjuk őket. Itt is van egy csapat. Jó van, sokan megsültek ott, lángoló nyilvesszőktől. Na, erről van szó. Diadal. Glory. A. Jó, hát ez ilyen kis... Na hát ti el kéne, hogy menjetek innen. Mert ez nem jó, hogy így körbeállnak titeket. Pápa, az nagyon para itt. Nagyon para. Balról fog érkezni. De az erősítés. Ez nagyon para. Ez most lehet, hogy egy elég nagy fail, de hát akkor meghal. Akkor lehet, hogy felfüggesztem Milánó ostromát és visszaszerzem ezt a kis központi várost itt. Mindig annyira baj van, mindenki támad itt. Gyökér pápa. Jó, innen jön az utánpótlás, onnan. Egy lovasságom van, összvisz. Rohadt erős számszeríjászok, rohadt erős lovagok, meg közepes lovagok, hát ez nagyon para. Őszintén szólva. Ugye a lovassága tudja fedezni szépen a számszeríjászait. És nekem csak egy lovasságom van, mondjuk az nem rossz. Gyerünk, 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 gyerünk! Álljatok fel a lakzatba! Hamar, hamar! Nem érünk rá! Elképesztően para lesz. Jó, lassunk csak be gyorsan. Ijászok már lövik is, remélem. Megpróbáljuk szétszedni a lovassággal ezeket. Ez kismértékben sikerült, oké. Okay. Menekülés, menekülés, menekülés. Gyerünk, 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 gyerünk. Gyertek el onnan. Nem kell konfrontálódni ott a nagy lovassereggel. Jó, örülök, hogy ki tudtatok szakadni. Ez egy jó kezdés, rögtön egy 12% leesett. Oké. Okay. Inkább... Á, mindegy. Akkor így. Igyekszem, igyekszem, relax.
Ugye megnézzük, hogy néz ki ez a csatatér. Itt körbefogott a lovassága. Itt is körbefogott a lovassága, elég szar. Pusztulnak az embereim, de az övé is. Oké, okay. Lovasság itt nagyjából előre tört, akkor most meg kell védrünk azt a másik sereget, meg ezt is itt. Oké, okay, egy pápai csapatot megfutamodott, az nagyon jó. Itt még bírják. Necces, necces, nagyon. Még egy pápai királyt azért le lehetne szedni. Még messze van a cél, nagyon. Többet veszít a pápa, de... Hát ő a pápa. Vele van az Isten. Sajnos. Pedig lehetne velem is. Próbáljuk így. Na! Meghalt a pápa maga. A király. Hát ő szerintem szembefordult már az Istennel. Jó, őket ott magukra hagyjuk. Ezek meg csak ott állnak, támadjatok rájuk. Gyorsan! Át kell még itt verekednünk magunkat ezeken. Most már az én királyaim is haldokolnak sajnos. Nagyon rosszul áll a csata megint. Nagyobb a pápai sereg. Ha! És meghalt az én királyom is. Jeez! Ja, ezt a csatát elbuktuk. Csúnyán elbuktuk. Kiírtanak. Yeah. Hát azért megszedtem keményen ezt a pápát. De elfoglalja a várost most lehet. Hát akkor meg kell szakítanom sajnos a milánói ostromot. Mi ez a Fox Hall? Ez egy játék? Ah. Elfoglalja Bolognát a pápa. Gyerünk, tedd már meg, te szerencsétlen! Ja, most én vagyok? És el sem tudok menni. Hát ti megmaradtatok. Nem maradt itt sereg. Sem ennyi. Jó, pörögjön az idő. Most foglalja el a pápa. Sajnos. Nehéz idők, na hát lejárt az idő. Sajnos Milánó ostroma nem valósult meg. Megpróbálok majd a későbbiekben inkább békét kötni a milánóiakkal, nem akarok velük harcolni, mondjuk azért még kicsit kéne ezt. Át persze! Ott vagy te is! Lázadók, ők nem csinálnak semmit szerencsére. Jó. Vissza kell vennem. Ezt lezúzni. Jól van, hát ez lesz a következő részben.
Mennyi esélyem van ellene? Nem sok. És mínuszba is kerültem. Hát igen, nehéz idők jönnek most a birodalomra, de a csata nem áll meg. Magyar erősít itt a kis védelmét. Nézzük csak meg még gyorsan, mit árul. Jó, hát azért lehet ott még harcolni velük. Na hát ez lesz, elkezdem a magyar frontot is. Very hardon, itt minden very hard. És akkor a későbbiekben majd innen folytatom. És pápa kifosztja Bolognát, beszarok. Elutasítod, de jó. Firenze, ja. Elég szarul állok jelenleg. Az annyit jelent, itt is szarul állok, ott is. Lehet, hogy ezért megyek csődbe, mert ennyi egységet gyártok. Háború van. Pedig békét köt, szövetséget kötöttek lengyelek. Nagyon jó, hát akkor a lengyelek is lehet, hogy majd beszólnak nekem onnan. Ha nem vigyázok, de most sok felé van a seregem. És az orosz nagy fejlensége is para van. Hát innen fogom folytatni, ebből a kiváló helyzetből a következő részben, és akkor magyarokat fogom megszerezni ebben a sorozatban, az a terv. Most pedig köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!